Kovács Judit Nyíregyházán élő író, a Feliciter kiadó vezetője, a Művészasztal című rendezvénysorozat háziasszonya és dramaturgja. Elbeszéléseket, novellákat, tárcákat publikált, többek között az Élet és Irodalomban, a Holmi, a Jelenkor, a Kaligram, az Alföld és a Vörös Postakocsi irodalmi folyóiratokban, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemlében, illetve különböző portálokon. Harmadik regénye, a Hazátlanok, az előző kettőhöz hasonlóan a Magvető kiadó gondozásában jelent meg. A mű közelmúltunk történelmének izgalmas részleteit, közösségi, illetve egyéni sorstragédiáit, traumáit dolgozza fel egy szép szerelmi történetbe ágyazva. A regény főhőse Lili Hartmann 1944-ben a Késmárki gimnázium végzős tanulója, akinek életét ketté töri a politika. Német nemzetisége miatt előbb a partizánok elől kell menekülnie, azután édesanyjával, nővérével és sorstársaival előzik, táborba zárják, majd a romokban heverő Bajorországba deportálják. A történet megírását hosszú kutatómunka előzte meg, így a közép-európai történelem több fehér foltjáról is olvashatunk a könyvben. Beleástam magam a forrásokba, jellemzően német nyelvű forrásokba, és szembesültem ezekkel a fehér foltokkal, úgymond, amelyeket én történész vagyok eredeti foglalkozásom, de nem ismertem, bevallom őszintén. És milyen fehér foltok. Tehát azt mondom, hogy elűzték őket, Lili Hartmannt, a regényen főhősét is, és egy év szenvedés, rabság után kiszabadulnak ők Csehszlovákiából. De hová érkeznek? A szétbombázott volt Németországba, a különböző megszállási övezetekbe. És ők németek, egy nyelvet beszélnek, de az őslakosok nyíltan ellenségesek velük. A könyvbemutatón a szerzővel a regény szerkesztője beszélgetett. Király Levente elmondta, bíznak abban, hogy a 2012-ben megjelent Megtagadva és a 2015-ben kiadott Elszakítva után Kovács Judit új munkája is sikeres lesz. Azt gondolom, hogy nagyon nagy előny az, hogy a magyar történelem közelmúltja, nem annyira közelmúltja, de hogy a magyar múltból még egy olyan témát dolgoz fel, ami még élő embereket is érint, azt gondolom. Tehát ugye a második világháború traumája az kifejezetten még itt van köztünk, és ezeket ő nagyon jól és nagyon érzékletesen feldolgozta ezekben a könyvekben. Kovács Judit regényének szereplői fiktív személyek, azonban minden, ami velük történik, a valóságban is megtörtént. A Hazátlanok minden bizonnyal átrajzolja, de az is lehet, hogy megkérdőjelezi eddigi ismereteinket háború utáni történelmünkről. A kötet bemutatón közreműködtek Dézsi Darinka színművész, valamint Dankó Nóra és Pálfi Nóra, a Vikár Sándor Zeneiskola növendékei.